Hogy úgyis mindig fizettél? Honnan tudták például azt, hogy te ilyen jól énekelsz? Hát te honnan tudtál egyáltalán ilyen jól énekelni? Hát otthonról. Mindegy. Szóval én a konzervatóriumban énektanszakra jártam tulajdonképpen, meg helyedőre, és akkor valamikor a Marton Lacival beszélgettünk Szegeden, évekkel a bemutató előtt, és ugye ezt elmeséltem neki, és akkor behívott, szinkronizáltam, akkoriban szinkronizáltunk elég sokat, és akkor a Várkonyi hívott telefonon a pannonjával, és azt mondta, hogy jöjjek ide be, és akkor bejöttem, és akkor megkérdezte, hogy olvastam-e Téri Tibor képzelt riport, popfesztivál, mondtam, igen, olvastam, és akkor oda a szövegkönyvet, és akkor azt mondta, akkor ezt olvass el, ha kérdez, akkor ez, és akkor ez olyan furcsa, hogy az ember akkor nem gondol bele, hogy hogy kérlek én ide egyáltalán. De első dolgom egyébként az Ádám Otto, az akkor igazgatott felhívott, hívtam, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hát ez van ott, és akkor azt mondta, hogy tudom, neked való, jársz el, de én akkor már ki voltam írva egy másik darabban. És képzeljétek el, hogy hívett akkor a darabból. Hát ilyen nagy vonalak voltak akkor az igazgatók. Egymáshoz!